Köszöntöm Önöket! Izotóp diagnosztikával a szervek vagy a szervrendszer állapota és működése vizsgálható. A daganatok izotópokkal történő diagnosztikájáról és gyógyítási lehetőségeiről dr. Zámbó Katalin tart előadást a Nyitott Egyetemben. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és ugyancsak szeretettel köszöntöm a tévénézőket a képernyők előtt. A nukleáris medicina fogalma az olyan diagnosztikus és terápiás kezelési eljárásoknak az összessége, amikben radioaktív izotópokat alkalmazunk. A képalkotó módszereknek egy része. Ugye, amikor egy betegségre kíváncsiak vagyunk, illetve hát diagnosztizálni akarjuk, akkor természetesen a szerkezeti változásokra, az anatómiájára, a működésére, az anyag cseréjére és sok esetben a létrejövő molekuláris változásokra is kíváncsiak vagyunk. A radiológiai módszerek nagy része a morfológiát mutatja, tehát a szerkezeti változást, a CT, a mágneses rezonancia technika, az ultrahang egyre fejlettebben és egyre nagyobb felbontással mutatják a szerkezeti változásokat. A működési változásokat viszont kezdettől fogva az izotóp diagnosztika vagy nukleáris medicina mutatta, hiszen a módszereink azon alapulnak, hogy egy intravénásan beadott injekciót az adott szerv hogy fog fölvenni, dúsítani, kiválasztani. És hát most már, ahogy hajladunk előre, az anyagcsere változások és a molekuláris változások szintjén is tudunk képet alkotni. Ugye, ami itt rövidítve van, a SPECT, egy angol rövidítés, a single photon emissziós komputer tomográf, tehát egy egyfotonos technika, és a PET pedig a pozitron emissziós tomográfia, ennek talán ismertebb a neve, ez egy kétfotonos technika. De a legjobb megoldás az az úgynevezett hibrid képalkotás, ami itt alul látható, amikor két különböző modalitást egymás mellé tudunk tenni, és úgy tudunk képet alkotni, hogy például a CT-vel egy kiváló szerkezeti eltérést látunk, szerkezeti felbontást, az izotópos rétegfelvételi technikával pedig a működési, illetve hát ami fel van írva, egyéb változásokat is látjuk. Magyarországon SPECT-CT-k és PET-CT-k már működnek, Európában már PET-MR-ek is működnek. Nem akarok biofizikai előadást tartani, de ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélek, egy pár fogalmat muszáj megjegyezni. Amit itt látunk, az a Bohr-féle atommodell a legegyszerűbb, tehát az atomoknak van egy magja, és körülötte elektronok keringenek. A magban protonok és neutronok vannak, hát ebben a modellben, a hidrogénben mindenből egy van. Tehát a protonok száma határozza meg, hogy milyen elemről beszélünk, és a neutron szám az változhat, így alakulnak ki a különböző izotópok, hiszen csak egy összetétel lehet stabil, és az összes többi az a stabilitás felé törekszik, tehát valamilyen radioaktív sugárzás révén próbálja ezt elérni. És egy nagyon fontos megállapítást kell itt elmondanom, hogy ugyanazon elem izotópjai a különböző folyamatokban ugyanúgy viselkednek, mint a nem radioaktív formula. Tulajdonképpen ez volt az első vizsgálatunk, hogy a radioaktív jód az ugyanúgy beépül a pajzsmirigy hormonjaiba, mint a nem radioaktív jód. Ez néha jó, néha nem annyira jó, de ellenőrzött körülmények között természetesen ez jól működik. A radioaktív sugárzásnak különböző fajtái vannak, mindegyik másra alkalmas. Vannak részecske sugárzások és hullámtermészetű sugárzások, alfa, béta, gamma. A bétából kétféle van, negatív béta, ami egy elektron, és a pozitív béta, ami egy pozitron, és mind a kettő másra használatos. Az alfa sugárzásnál két proton, két neutron lép ki egy nagy atomnak a magjából, és így az atom az meg is változik. Ez egy nagy részecske sugárzás, a terápiában, a gyógyításban lesz esetleg később jelentősége, de még kutatási fázisban van. A béta részecskének viszont a negatív elektronnak már ma is jelentősége van, hiszen ezt ma a mindennapjainkban alkalmazzuk, például pajzsmirigy túlműködés vagy pajzsmirigy rák esetén. A pozitív béta, a pozitron, az
szintén a magból lép ki, de annak az élettartama nagyon-nagyon rövid, hiszen pillanatok alatt találkozik a testben egy negatív elektronnal, ilyenkor a két részecske megsemmisül, és két egymástól eltérő irányú, tehát 180 fokban eltérő irányú gamma foton keletkezik, tehát ezért mondjuk a pozitron emissziós tomográfiánál, hogy ez egy kétfotonos technika. És ezt használjuk fel képalkotásra. És hát a gamma sugárzás az, ami egy elektromágneses hullámtermészetű sugárzás, és ezt a rutin nukleáris medicinában alkalmazzuk diagnosztikára, tehát ez az egyfotonos technika, hiszen itt az atommagból egy foton lép ki, a részecske sugárzás után a mag még gerjesztett állapotban marad, és ezt az energia mennyiséget adja le egy gamma foton formájába. Ugye ezek között, a sugárzások között az áthatoló képesség a különbség, az alfa és a béta részecske az bennmarad a szervezetbe, tehát annak az útja csak nagyon rövid, néhány milliméter, ezért alkalmasak ezek például terápiára, mert ott azon a pár milliméteren belül tudnak hatni. A gamma foton, gamma sugár az viszont kilép a szervezetből, akár az egy foton, akár a két foton természetesen, és így az kívülről való nyomkövetésre alkalmas, tehát képalkotásra alkalmas. Itt még az elnyelődéseket is látjuk. A gamma sugár ellen igazából csak az ólom, egy vastag ólom réteg véd, és ezt használjuk a sugárvédelemnél is. Az izotop diagnosztikai módszerek általános jellemzői, hogy a szervek vagy szervrendszerek működésén alapulnak, hiszen ahogy mondtam, ezeket az anyagokat, izotoppal jelzett molekulákat, és itt most már akkor csak gamma sugárzókról van szó, intravénásan adjuk be, tehát például, ha egy vessén kiválasztódó anyagot adunk be intravénásan a betegnek, akkor nyilván a vesén keresztüli kiválasztódását tudjuk követni, a molekula tehát azt teszi, amit kell, a gamma sugár pedig kívülről alkalmassá teszi a nyomkövetésre. Érzékeny módszerek, a működés változása az nagyon sokszor megelőzi a szerkezeti változást. De nem specifikus módszerek, mert sokszor több betegség tud okozni ugyanolyan működésbeli eltérést, tehát így nem mindig lehet betegségek között differenciálni. De azért ezen a téren is tovább tudunk lépni. Szervspecifikus vagy szövetspecifikus, hogy maradjak a példámnál, egy ilyen veseműködést jellemző molekula, az nyilván csak a vesét fogja ábrázolni, tehát ott máj, belek vagy egyéb szervek nem fognak látszani, sőt, a daganatok kimutatásánál, amiről majd szintén beszélni fogok, ott egyenesen csak a daganatos szövet fog látszani, tehát nem is biztos, hogy az egész szervet látjuk. Könnyen kivitelezhetők, tehát az izotop vizsgálatok tulajdonképpen egyszerű vizsgálatok, ezekre az anyagokra allergia sincs. Szinte valamennyi szervre van vizsgálati lehetőségünk, agy, pajzsmirigy, tüdő, sőt a szervek különböző funkcióira, tüdő esetében például a vérellátást is külön tudjuk vizsgálni, nyilvánvalóan más molekulával, és a tüdő légzési tulajdonságait külön tudjuk vizsgálni, megint egy más típusú anyaggal. Vannak olyan vizsgálataink is, amikor például a komputer segítségével a beadás pillanatától egy folyamatot tudunk nyomon követni, tehát például ezt a sokat emlegetett kiválasztást a vizelettel, a vesén keresztül, az első pillanattól az utolsóig, amíg a hólyagba kerül az anyag, nyomon követjük, képeket készítünk, és ezt utólagosan ki tudjuk értékelni. Négy típusú vizsgálatról szeretnék egy néhány szót mondani. Ezt a csont vizsgálatát azért vettem ide elsőnek, mert ez a legnagyobb számban alkalmazott, leggyakrabban használt módszerünk, és talán az egyik legrégebbi klasszikus módszerünk is. Itt arról van szó, hogy a legkülönbözőbb daganatok áttétet adnak a csontokba, és az, hogy a daganat adott-e már áttétet a csontba, vagy nem, az egy alapvető kérdés, hiszen ettől nagyon sok minden függ, a beteg állapota, nyilván a kezelési módja, hogy lehet-e műteni, nem, vagy másféle gyógyító módszerhez kell folyamodni, tehát ez egy sarkalatos kérdés.
Erre az izotop vizsgálat nagyon alkalmas, hiszen a csontszövet ezeket a bizonyos foszfát vegyületeket a keringésből kivonja, felhalmozza, és méghozzá az anyagcseréjének megfelelően. Tehát ha valamelyik csontrészletnek fokozott az anyagcseréje, ott nagyobb aktivitást fogunk látni. Itt természetesen, azt már gondolom, hogy nem kell minden alkalommal elmondanom, hogy a molekulához hozzá van kötve az a bizonyos gammasugárzó izotóp, aminek alapján detektálni tudjuk. Ez például egy ilyen többgócú csontáttét képe, ezek a fekete foltok, ezek azt jelzik, hogy azokon a területeken fokozott a betegnek a csontanyagcseréje, tehát itt ezen a képen ennyit látunk, hogy oda nagyobb mennyiségű ilyen foszfát molekula került be, és ennek alapján látjuk, hogy ez egy többgócú folyamat, ami a csontot érinti. Sokszor előfordul az is, hogy más típusú betegség okoz ilyen anyagcsere fokozódást, tehát például akár az időskorban megjelenő úgynevezett degeneratív betegségek, tehát a csigolya összeroppanása, ezek a bizonyos csőr és kapocs képződések, és sokszor ezeknek a fokozott anyagcsere okozó hatását látjuk. Itt játszik szerepet, és nagyon hasznos ez az új készülékünk, ez a bizonyos SPECT-CT kombinált készülék, ami, ahogy ezen a képen látható, rétegfelvételeket készít, hát itt az ágyéki gerinc szakaszról CT-vel, három különböző síkban. A mi réteg, az izotópos rétegfelvételi technikával látjuk a dúsulásokat, és ezen az úgynevezett fúziós SPECT-CT képen pedig azt látjuk, hogy a dúsulásoknak a lokalizációjában, a helyén milyen morfológiai eltérés van. Itt ebben az esetben például degeneratív eltérések okozták ezt az anyagcserefokozódást, és nem metasztázis. Ugyanakkor egy másik esetben, ahol hasonlóképpen az ágyéki gerincen látunk ilyen fokozott aktivitású területeket, dúsulásokat, a CT-képen pedig azt látjuk ezen a területen, hogy ott a csigolya elpusztult, tehát ott metasztázis, áttét, csigolya áttét alakult ki, aminek hát az egyik oldalán nincs is aktivitás, mert ott már a csont elpusztult, a másik oldalán viszont regenerálódni igyekszik, tehát próbálja magát javítani, és azért látjuk ezt a fokozott aktivitást. Van egy direktebb módszerünk a daganatok követésére, az, hogyha egyenesen a daganat szövetet akarjuk kimutatni, amit bizonyos típusú daganatoknál egészen specifikus módon meg lehet tenni. Vannak olyan daganatféleségek, például ezek a bizonyos gyomorbél, hasnyálmirigy, úgynevezett karcinoid típusú daganatok, amiknek a sejtfelszínén, és ez talán itt ezen a magyarázó ábrán látszik a legjobban, tehát ez a daganat sejtnek a felszíne, és ezen ilyen kis molekulák helyezkednek el, ilyen úgynevezett receptorok, amik erre a daganat szövetre jellemzőek. Na most vannak olyan anyagok, amik úgy illeszkednek bele ebbe a receptorba, mint kulcs a zárba, tehát kifejezetten intravénásan beadva megkeresik ezeket a bizonyos receptorokat, oda kötődnek, és hát megint csak arról van szó, hogyha ezeket izotoppal jelezzük, akkor meg fogják találni ezt a bizonyos daganat szövetet is. Ugye ebben az esetben is mindig SPECT-CT felvételt készítünk, ez nagyon hasznos ilyenkor, mert például ebben az esetben azt látjuk, hogy ezen a képen a hasnyálmirigy területén látunk egy ilyen szomatosztatin receptor tartalmú szövetet, ami a máj áttéteket is adott, tehát itt a májon belül szintén látunk ilyen fokozott aktivitást mutató foltokat, ezeket a fehér színű dúsító területeket, tehát tudjuk, hogy ez annyit jelent, hogy ennek a típusú daganatnak találtuk meg részben a helyét, hogy hol helyezkedik el az elsődleges daganat, részben pedig az, hogy amit a májon belül látunk elváltozást, az ennek a daganatnak az áttétje. Tehát ez is egy fontos kérdés lehet, hiszen néha más típusú daganat is kialakul sajnos egy betegben.
Még egy ilyen típusú anyagunk van, ami szintén ilyen receptorhoz kötődik, csak más típusú daganat szövetnél más típusú receptorhoz, az úgynevezett adrenerg receptorokhoz. Ezzel az anyaggal a technika hasonló, több időpontban készítünk felvételt, és mindig SPECT-CT-vel egészítjük ki. Az úgynevezett feokromocitóma, tehát a mellékvese velő daganatairól van ebben az esetben szó, illetve gyermekkori súlyos betegségről, a neuroblasztomáról, ezek igen szövetből alakulnak ki, ezért tartalmaznak ilyen receptorokat, és ezzel a bizonyos MIBEG nevű anyaggal ezek jól felkereshetők. Például egy mellékvese velő daganat, hát ez egy egyértelmű szép kép, már a statikus felvételen is látható, és itt pedig a rendkívül magas aktivitás, és ugyanabban ugyanazon a helyen pedig egy megnagyobbodott mellékvese velő. És még egy nagyon érdekes kép arra vonatkozólag, hogy mennyire a működést mutatja ez a vizsgálat. Ez egy neuroblasztómás kisgyerek volt, akinek egy hatalmas máj áttét látszott, itt CT-vel talán látszik is ez a nagy morfológiai eltérés, ami meglepő módon egyáltalán nem vette fel ezt az anyagot, nem dúsította, sőt, még a normális test háttérben keringő aktivitáshoz képest is alacsonyabb az aktivitása. Itt a kisgyereket megműtötték, és kiderült, hogy ez a daganat szövet, ez 90%-ban már elpusztult, úgynevezett nekrotikus szövet volt, tehát nem volt egy aktív daganat szövet, így természetes módon nem is tudta halmozni ezt az intravénásan beadott anyagot. Áttérve a következő technikára, emlékeztető lesz az ábrát újra felvetíteném, tehát a pozitron sugárzás, a pozitron-elektron találkozás, illetve a kétfotonos technikának a kialakulására. Ez egy úgynevezett PET-CT, tehát ez is egy kombinált műszer, egy CT-vel kiegészítve. Gyűrűszerűen elhelyezkedő detektorok vannak a beteg körül, és ha egy időben ér oda a két gammafoton, akkor lesz abból egy képpont. Pozitron emissziós tomográfiával nagyon sok mindent lehetne vizsgálni a működésből, és itt most már tényleg a molekuláris diagnosztika szintjén lennénk, és azért beszélek feltételes módban, mert ebből Magyarországon elsősorban a jelzett FDG-t, ami a fluorodezoxiglukóz rövidítése, azt használják nagy számban, és ez a cukor anyagcsere fokozódást tudja kimutatni, ami nagyon sok daganat esetében fennáll, tehát ebből a szempontból nagyon jó. Ugyanakkor bizonyos agyi folyamatoknál, illetve hát bizonyos szívvizsgálatoknál is használható lenne. Amit még szintén használunk, az a szén-11 metionin, ami az aminosav szintézist mutatja, és az aminosav szintézis alapján a daganatok, agydaganatok kiterjedését lehet vele nagyon jól vizsgálni, de egyébként minden másra a cukoranyagcsere változást szoktuk alkalmazni, de hát még ennyi mindent lehetne, mint amit felsoroltam. Úgyhogy egy nagyon hasznos technika lenne, ha ez Magyarországon elterjedne. Itt megint csak egy példa arra, hogy mennyire funkcionális a kép. Jól látszik, hogy az agyban és a szívben magas a cukoranyagcsere. Míg a szén-11 acetáttal, ami a zsírsavanyagcserét mutatja, azzal pedig a hasnyálmirigy látszik, illetve még a prosztata látszhat. Annak a vizsgálatára lenne alkalmas, aminek a cukoranyagcseréje már daganat esetén általában nem fokozott. Sokszor látunk úgynevezett álpozitív képet is. Ebben az esetben ugye több helyen látszik, hogy fokozott a cukoranyagcsere, de ez egész egyszerűen az aktivált barna zsírt mutatja. Erre nyilvánvalóan rá kell jönni, és hát nem szabad több gócu metasztázisnak nézni. Egy másik képen azt látjuk, hogy a betegnek két daganata is van, ugye ez két különböző metszet a CT-n, itt is és itt is, ami morfológiai megjelenésében egészen hasonló, de érdekes módon az egyik az dúsítja a jelzett cukrot, a másik viszont egyáltalán nem. Tehát két különböző szövettanú daganat volt, egy rossz indulatú és egy jó indulatú a beteg tüdejében. Természetesen ez a módszer nagyon alkalmas lenne állapotfelmérésre.
arra, hogy az elsődleges daganaton kívül hol látunk áttéteket, hiszen mindegyiknek fokozott a cukoranyag cseréje. Nagyon alkalmas lenne a kezelés nyomon követésére. Itt nagyon jól látjuk a baloldali képen, hogy milyen aktívak ezek a májgócok, és a kezelés utáni képen pedig, hogy mennyire csökkent az aktivitásuk. Illetve a mintavétel helyének meghatározása, tehát a úgynevezett biopsziát, mintavételt akarunk valahonnan. Nagyon fontos a cukoranyag csere olyan szempontból is, hogy melyik a daganat aktív része, hova kell beszúrni. Illetve már besugárzás tervezésre is használják a PET-CT-t, természetesen hát korlátozott számban lehet, hiszen összesen 4 van Magyarországon, tehát itt is az lenne a fontos, hogy az aktív daganatszövetet kell elpusztítani, tehát nyilván nem feltétlenül azt, ami szerkezeti eltérést mutat, hanem azt, ami aktivitást mutat. Itt ezen a képen is látjuk, hogy a szerkezet alapján sokkal nagyobb területre körbe jelölve, mint az aktivitás alapján. Tehát ezekre rendkívül hasznos. Még egy kép, amely azt mutatja, hogy a cukoranyagcsere bizonyos gyulladásos folyamatokban is lehet aktív, például ebben az esetben a betegnek érgyulladása volt. Az izotópokat bizonyos gyógyító célzattal is lehet használni, a bétasugárzó izotópokat, amik már a mindennapos gyakorlatban benne vannak. De a pajzsmirigy rákot is tudjuk ilyen módon kezelni. A fájdalmas csontáttétek kezelésére is lehet alkalmas módszerünk, az izületi porc gyulladására szintén, de ez megint egy jó indulatú betegség, illetve a receptor kötődés alapján is vannak gyógyító eljárásaink. Ugye itt a pajzsmirigy rák esetén az első és célzott gyógyítás az nyilvánvalóan a műtét, tehát egy teljes pajzsmirigy kiirtás lenne, de ez nem minden esetben sikerül. Tehát ez a nagyon nagy dózisú radioaktív jód, ami ugye bétasugárzó, ez alkalmas arra, hogy elpusztítsa az összes maradék szövetet, illetve még a jót felvevő metasztázisokban is dúsul, tehát azoknak az elpusztítására is alkalmas lehet. A jót 131 az egy olyan érdekes izotóp, aminek a béta sugárzása mellett gamma sugárzása is van, tehát ellenőrizni tudjuk azt, hogy hova dúsult. Általában a kezelés utáni 5. napon szoktunk ilyen képeket készíteni. Megint csak a SPECT-CT szerepe jön szóba, hiszen látjuk, hogy az egész test felvételen hát tulajdonképpen a tüdők látszanak. Amiket a SPECT-CT-n viszont nagyon jól látunk, hogy itt morfológiai eltérés is van a dúsulással együtt, illetve hát a tüdőnek a morfológiai megjelenése sem normális, tehát a betegnek tüdő és nyirokcsomó áttétje volt, de már azt is tudjuk, hogy ez egyben gyógyul is, hiszen hát a radioaktív jódot már végzi a tevékenységét. A fájdalmas csontáttétek kezelése szintén egy nagyon jó módszer. Itt megint csak természetesen bétasugárzó izotópokról van szó, és sok esetben olyan beteg, akit például úgy hoznak, vagy fekvőkocsival érkezik, van olyan, hogy 1-2 hét után a következő kontrollra már úgy jön, hogy a saját lábán, és beszámol arról, hogy lényegesen kevésbé fájnak már a csontjai, újra tud mozogni. 3-6 hónapig tart ez a hatás, általában nem túlzottan sokáig, de ismételhető. Illetve ezek a bizonyos speciális terápiák, a feokromocitómára és neuroblasztómára, a receptorokhoz kötődő anyagokkal, tehát a legkülönbözőbb célokkal, térfogatcsökkentésre, a tünetek csökkentésére alkalmazhatók ezek a módszerek, és sokszor jó hatásúak, illetve hát hasonlóképpen a szomatosztatin receptor analógokkal, a legkülönbözőbb vegyületekkel kísérleteznek, a különböző bétasugárzó izotópokkal, hogy melyik lenne a leghatásosabb, de ezeknek a részletes feldolgozása még folyamatban van. És hát mi várható a jövőben? Természetesen további fejlődésben reménykedünk. 2 ágon lehet fejlődni, részben a műszerek ágán, részben pedig természetesen a jelzett anyagok a radiofarmakonok révén.
egy magyar gyártmányú készülék van, ami esetleg egy hármas modalitásra is képes lenne, tehát a SPECT és a CT mellett esetleg pozitron emissziós tomográfiás lehetőséget is adna, és hát ahogy mondtam, Európában már PET MRI-k is vannak. Ez nagyon szép, de természetesen ehhez a diagnosztikához, mint minden máshoz, sugárzó agyak is kellenek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. We'll be right back.